Jéj, kellemes délután kívánok mindenkinek. És vagy reggelt, mikor nézi ezt vissza. Ezek a hétfői napok ilyen Minecraftosak. Minden hétfő reggel Minecrafttal kezdek, és utána általánosságban délután is az van, mert megjön hozzá a kedvem. Úgyhogy folytatjuk. Ott, ahol ma délelőtt abba hagytuk, vagy inkább úgy mondom, hogy az előző streamben ott abba hagytuk. Az előző stream végén elindultunk egy picit abba az irányba, és ezt folytatni fogjuk, de mit csináltunk az előző streamben? Sikerült átjutnunk a Netherbe, egy nem annyira rossz, de nem is annyira jó helyre, viszont sikerült kiépítenünk ott egy bányarendszert. Sikerült ezáltal, hogy eljutottunk a Netherbe, annyi kvarcot szerezni, hogy csináltunk egy nem olyan effektív automata bambuszfarmot, ezzel egy kicsit tudjuk tölteni a sütőrészünket, és nagyjából ennyit. Nagyjából ennyit sikerült csinálni. Ja, meg szereztünk egy papagájt. Ott őt. Őt megszereztük. És most pedig felkészülünk arra, hogy egy kicsit arrébb menjünk, és akkor körbenézzünk azon a... Egy, ne? Sikerült kiégetnünk ezt a jó mennyiségű üveget is. Bambusz mag. Ez jöhet. Ezt egyik satyit letesszük ide a eszközökhöz. Ha esetleg úgy döntenénk, hogy megint megyünk a Netherbe. Egyelőre ezeket is letesszük. Viszünk magunkkal építőblokkot egy párat, csak hogy legyen. Aranyalmát végül is elvihetjük, ezt is elvihetjük, és gyakorlatilag van mindenünk. Nem, még visszük magunkkal a nyerget, a lópáncélt, és ennyit. Kajánk az bőven van, fáklyánk adott esetben, ha kellene, akkor az is van nálunk. Még azt nézzük meg, hogy van-e esetleg ágyunk, mert akkor azt is viszünk. Három. Csak azért, hogy tudjunk aludni éjszakánként. Úgyhogy akkor ez is van. Jó, azt mondja, hajó, eszközök, ágy, a nyeregés, a aranylópáncél, ezt az arany pressure plate-et, ezt meg nem tudom, ezt meg letesszük ide, hogyha esetleg valami olyat csinálnánk, ahova szeretnénk ezt lerakni, akkor az ott jó lesz, mert szerintem soha nem fogjuk elővenni. És akkor megindulunk abba az irányba, kicsit körbenézni, mert bányászni nincs kedvem, jelenleg az szerintem majd egy következő streamek közül valamelyik, mert valószínűleg előbb meg fogjuk csinálni az automata cukornát farmot. Ugyanis szükségünk lesz majd az enchantable-re. Ahhoz pedig rengeteg papír és rengeteg bőrre lesz szükségünk. De az is lehet, hogy út közben, ha találok teheneket, akkor megkérdezem tőlük, hol találhatok bőrt. Például őt meg tudnám kérdezni, hogy hol van bőr. Ó, és ott van, nagyon jó. Meg akkor már közben kaját is gyűjtünk, bár fölösleges, mert kajával már jól állunk, mint ahogy azt a mellékelt ábra mutatja. Most már szerencsére az automata farmukba sikerült elérni azt, hogy minden farmban 24-24-24 állat van. Ugye ennyi lehet egy blokkon annélkül, hogy... Opa. Így is jó. Hogy sérülnének. És amint egyel több van, már azonnal sebződik az az állat, ami már régebb óta ott van, és akkor így lehet
automatizálni a farmot, és akkor már pattanhatunk is. Szerintem az aranyalmát a fáklyánál nagyobb szükségünk lehet rá, és akkor meg is indulunk tovább. Szóval, hogyha 24-nél több mob van egy adott blokkon, akkor azonnal elkezdődnek sebződni azok, amik már régóta ott vannak, és akkor így lehet nagyjából automatizálni. Bár mondjuk több fölösleget, mert így elég lassan, és nem fogunk haladni. Úgyhogy futunk tovább, és akkor nem érdekelnek minket a tehenek, mert így lassú az összegyűjtése, ott meg automatán gyártjuk. Bár mielőtt elindultam, megetethettem volna ott mindenkit, hogy akkor egy szaporodást csináljunk, de mindegy. Azonnal belevágtunk a közepébe. Ugyanis amit szeretnénk találni, az egy sivatag. Mert hogy azt még nem sikerült, de talán a könyvembe felírtam, hogy felírtam már egyet, ahol kellő mennyiségű homokot találunk. Erre kéne lejönni, de itt jó. De azok még mindig nem sivatagok, hanem csak csak nagyobb partok. Plusz jó lenne beleszaladni még egy a sötét faerdőbe. Szerintem ezt eddig jöttünk el az előző streamben. Ezt utoltuk ki utoljára. Vagy nem? Nem. Ez megint egy új. Akkor ezt már egyszer kilútoltuk. Itt két kapu is van. Nincs véletlenül kettő darab chest-au. Nincs, de aranyat se látok, úgyhogy ezt már biztos kipakoltuk. Nyilván ismételten találkozunk egy hatalmas szavanna bajommal. Egy gyors átevezés, és aztán már futunk is tovább. De nem ártana mondjuk, az ott egy falu. Nem ártana a lovat is találni, ha már van nyergünk, és ha már van lópáncélunk. Nagyban meggyorsítaná a közlekedésünket. Cica, de szerintem ebben már, mintha lettünk volna. Már annyira nem rémlik. Itt elég sok a búza. Mindjárt körben nézzünk, hogy hát, hogyha legalább... Nem, még itt nem voltunk. Papírt elvigyük. Úgy is fog kelleni, úgyhogy vigyük. Térkép nem fog kelleni, ez sem fog kelleni. A papírra úgyis szükségünk lesz, úgyhogy nagy. Sem kell. Lehet, hogy még ebben a faluban nem voltunk. Mondjuk elég valószínű, mert hogy ezen a környéken nem járkáltunk. Ez nem tudom mi. Ó, itt lehet zászlót csinálni. Ezt viszont akkor elvisszük. Ez nem rossz. Majd tudunk kreálni magunknak zászlókat. Itt is van egy Iron Golem. Ez nem kell nekünk. Érdekes, egy könyvtárat sehol. Egyik faluba se találtam még. Csesz. Nyerek, kenyér. Ezek nem kellenek, mert így is van. Még egy nyergem. Vödör, kenyér. Magok. Nem kellenek. Egy smoker. Erre sincs nagyon szükségünk.
Szerintem egy alvást mindjárt megejtünk itt ebben a faluban, aztán rongyulunk tovább. Ha te úgy gondolod, hogy itt szeretnél aludni, akkor van egy rossz hírem. Ügyes. És mondtam, hogy több ház akkor nincs. Nem, nem. Tehát itt én szeretnék. Köszönöm, lekötelezett, és kb. Soha többé nem találkozunk. Jó. Több ház itt nem volt. Hát a papírt, ami úgy nagyjából lényeges volt, azt kiszedtük. Itt akkor induljunk meg. Az ott lehet sivatag, vagy az megint csak egy nagyobb part. Lele, na. Azt ott megnézzük. Meg azt szerintem ott egy hajóorancs akar lenni, ami kilóg. Na, ez már sivatag. Kaktusz? Kaktusz, nagyon jó. Akkor sivatagba érkeztünk. És azt, óhaj, de még mekkora sivatag. Jaj, de jó megérzés volt az, hogy erre el kell indulni. Jó, akkor viszont csinálunk egy olyat, hogy itten most megállunk, elővesszük a kis okosunkat, és nyomunk egy F3-at, azt mondja 5000, 5400 és 1500. Mind a kettőben mínusz, ugye? Mínusz 5004 és 1500. Jó, azt mondja, hogy nem is itt, hanem itt. Siva tag, mínusz 5000 és mínusz 1500. Nagyon jó. Találtunk sivatagot. És már van kaktuszunk is. Úgyhogy most megyünk és keresünk sivatagi templomot. Aztán majd, amikor úgy van lehetőségünk, és kaktuszt szedek még össze. Amint úgy van lehetőségünk, akkor építünk ide egy nether portált, és akkor szépen fogjuk és összekötjük az utakat a netherben. Na, de ez egy szép nagy sivatag legalább. Ebben legalább egy darab sivatagi templomnak lennie kell, és falunak is lennie kell benne. Hát nyilván nem elhanyagolható a nagy szakadékoknak. Mondjuk jól néz ki. Ezekben a kutakban aztán nincs semmi, ezek csak így vannak. Ezzel annyira nem is foglalkozok. És ó! Itt egy falu. Ez mondjuk így nagyon random falu. Itt körbe is nézünk, vannak-e valami érdekessége. Obszidián, de még mennyi. Nagyon jó. Vaskard, nagyon jó. Eltesszük, csak hogy legyen. Na, ez a kovács, ez jó lett. És akkor nézzünk körbe. Esetleg van-e még valami? Hát te is jó sűrűnnél az, hallod? Ó, ez mi lehet? Na, valami jó? Nem jó. Elnézést, köszönöm. Ennyi volt, csak betekintést szerettem volna láttek kapni, hogy mi is, és van még egy, vagy itt voltam? Ó! Hát ez nagyon királyfalú. Hát srácok, hát... Ó, és még arra is tart a sivatag. Hát úgy érzem, a homok kérdésünk, mint olyan, az eldőlt.
És mindeközben a kinti jó időnkből gyakorlatilag egy ilyen szakadó esőcsoda lett. Most meg kéne próbálni megkeresni, mert hát, hogyha ebbe a sivatagban nincs templom, akkor egyikbe sincs. Szia, Larry! Tehát valahol tehát ebbe a sivatagba kell egy templom, hogy legyen. Nagyon jó. Már ott is van. Már magához a sivatag megtalálásához is kellett egy jó pár stream. Akkor hogy is kell ezekbe bemenni? Ezekbe előszeretettel vannak gyönyörűséges mobok. Na nézzünk körbe. Van-e valahol valami? Ez úgy néz ki, hogy sehol semmi. Biztos, ami biztos, a négy sarkát így kivilágítjuk. Jó. És akkor ezt így le is zárjuk magunknak, hogy ne aztán a végén a nyakunkba ugorjon valami. Jó. Csontot elvisszük, mert az jó. És még mielőtt folytatnánk a mert tényleg úgy gondolja valami, hogy a nyakamba ugrik, ami adott esetben fel is akarna robbanni. Szóval a csontot továbbra is elvisszük, aranyat, hát az még akár jól is jöhet. Lópáncél, csont, az mindig jó, ha van. És ez nem fog kelleni. Nem volt rossz. És akkor kezdjünk el vissza felpakolni. Ja. Na, ez a templom nem volt rossz. Na most az a falu, ahonnan jöttem. Ez nem is falu. Ó, az már egy másik bajom. Na mondjuk ez a sivatag akkora, hogy ebbe azért még egy elférne. Itt egy cica. Tehát akkor itt van valahol egy falu. Ténylegesen. Ja, de csak falu, csak jól láttam. Most mindjárt kiderül, hogy ez is jöhet. Most mindjárt kiderül, hogy ez az a falu-e, ahol voltam, de szerintem nem, mert ott ilyen bajom nem volt. Na nézzünk körbe. Van-e könyvtár? Milliónyi kaktusz, ezt elvihetjük, mert ez jó. Ez nem fog kelleni, ez se kell. Ezt is eltesszük jelenleg. Jó. Oké. Okay.
Mi van? Nem zavarok akkor. Csináld, amit éppen csinálsz. Látom, nagyon, nagyon megy. Emerald. Meg még több kaktusz. Cica. Itt valami? Semmi. Ez jó nagy falu. De még mekkora? Milyen laktok ti itt, te jó ég? Itt valami? Semmi? Érzem, mi itt fogunk aludni. Milyen kiépített kutatok van? És itt? Itt senki nem akar bele menni a plafonba. Aztán minden, milyen házak vannak. Valami? Semmi? Ilyen emeletes házak, meg ilyen cuccok. Nagyon király. Au. Mi volt? Ja? Csak alszik. Én itt most ezt így, itt is aludnék. Többet úgyse találkozunk veletek se, csak úgy, mint az előző falusiakkal, de abba úgy belekukkantanék, jó? Hagyjuk. Ja. Au. Itt valami, vagy itt már voltunk. Itt már voltunk. Nagyon király. Még oda nézek. Innen már szerintem kiszedtünk mindent. Nagyon jó. Ez egy baromi jó falu. Ez nagyon tetszik. Hát már ezért megérte ilyen messzire eljönni. Mekkora ez a sivatag? Te jóságos ég. Ide csak átjövünk, csak azért, hogy akkor ezt is számítsa be a achievementbe, hogy már akkor ilyen bajomban is jártunk. Aztán innen már megyünk is vissza a sivatagba, és akkor tovább fedezzük fel a dolgokat. Hát, ha még egy templomot vagy. Esetleg még egy hasonlóan jó falut találnánk. Azokban a hegyekben mindig az vannak olyan bányarendszerek, ezek a felszíni bányák, ott is lehetnek jó dolgok. Még akkor arra is elnézünk, körbe lesünk, hogy van-e valami. És mindig csak olyan 1000 blokk környékén jöttünk el a bázisunktól. Kb. Az ott, micsoda, ott. Az ott egy falu. Még akkor azt is megnézzük, mert szerint ilyen messzire nem jöttem el. De már nem vagyok biztos, mert már igazából ebbe a faluba eltév, vagy ebbe a sivatagba már eltévednek érzem magam. Erre a falura nem emlékszik. De is olyan, erre, ilyen falura, hogy ilyet felfedeztünk volna ebbe a sivatag, most így hirtelen nincs meg. Aztán már ki tudja.
Voltunk már nálatok? Voltunk, erre emlékszek. Erre emlékszek. Emerald azt mondja, hogy a hajó kell nekem. És akkor már megyünk is tovább. Megnézzük ezt a dimbes, dombosabb részt is. Van-e valami érdekfeszítő erre? Hatalmas szakadékokon kívül, meg hegyeken kívül. És még arra is tart tovább beszerelés. Hát gyakorlatilag azt a homokos partot így el is engedhetjük ezáltal, tehát ez ki is törlöm majd a kis füzetemből. Ezt a mindenit. Na ez komoly. Ott egy portál. Nagyon jó. Az biztos, hogy nem az lesz a portálunk, amit összekötünk a bázisos portálunkkal. Mert ez azért nagyon messze van hozzá képes. És gyakorlatilag egy falu mellett. Ez zseniális. Akarom mondani, két falu mellett. Na ez nagyon jó. Itt meg van minden, ami kell. Hát, akkor elvisszük őt. Így. Hát ez nagyon király. Azok csak tehenek. Milyen királyfaluk vannak a sivatagokban? Az összes többi az tök rátyú volt. Crafting table, az nem kell. Így azok így is vannak nálam is elhelyezve random. Volt, semmi érdekes, három ajtó pedig szerintem több fölösleges. Nyuszi. Még egy crafting table. Hello. Na hát az egyik legkirályabb falu, nem igaz, hogy itt nincs semmi, vagy nem lesz semmi. Hello. Itt már voltam bent Kentnél, vagy még nem voltam bent? Nem voltam bent. Mi? Köszönöm. Hát ez egyelőre nem egy nagy vasszizdasz falu. Bocsánat. Ha megzavartam bármit. Ugye, hogy ott volt az a portál. Akkor ide. Ezekben már voltam. Itt is voltam, még ezekben itt erre nem voltam. Hát, nem baj, hogyha itt nem is lesz semmi, akkor majd a másik faluba. Na pedig itt nagyon nincs semmi, úgyhogy átnézünk amoda. Ide a kis szomszédos falucskába. Halló! Nyusziből elvisszük, mert hát ha jó lesz valamire. Nálatok van-e valami izgalmas? Nope. De már legalább chestet találtam.
Elvisszük, mert már úgy is beraktuk az inventoriba. Nincs semmi érdekes. Nálatok esetleg valami. Elvisszük, mert már van nálunk. Nálad itt bent esetleg semmi. Nálad semmi érdekfeszítő. Azt a szentség, itt is mennyien laknak. Mi van veletek? Szapora egy népség vagytok. Veszettem egy birkahúst. Miért ne? Nézzük meg erre. Nálad itt bent van-e valami? Semmi. Még arra fönt is folytatódik, hát ez zseniális. Mióta vannak ilyen nagy falvak itt ebbe a játékba? Valami? Semmi? Nem akarom elhinni, hogy ide elég egy Iron Golem. Kaktusz könyvvel nem foglalkozunk. Veszem észre, hogy kezd sötét lenni. Mennek hazafele a falusiaink. Bocs. Ebbe fönt egyáltalán szokott lenni bármi, vagy tök fölösleges ide feljönni. Ó. Oh. Hát. Mondjuk úgy, hogy ide tök fölösleges volt feljönni. Akkor én kinevezem ezt a házat lakosztályomnak most jelenleg. Folytassuk. Bocs, így rád vágtam az ajtó. Nem volt semmi. Nem tudom, voltam-e már bent. Ez kellően nagynak tűnik, hogy ne legyen benne semmi. Így van. Nem mondod? Ez még mindig ugyanaz a falu, vagy visszafordultam? Nem, ez még mindig ugyanaz. Vagy nem? De... Ugye nem, mert nem, innen jöttem. Nem? De. Franc se tudja már, nem, arról jöttem, mert ott van fönn. Akkor még ide is fölnézünk. Na, ide már megérte feljönni. Hát ez nagyon király. Jó, nézzünk el akkor még arra. Az ott egy portál akar lenni? Egy pont, hogy erről jöttem. Aha. Nem, nem erről jöttem, arról jöttem, vagy arról. Még kell majd a kis okos, hogy hazatalálja. Hát ez nagyon király. Ez egy hatalmas falu volt, rengeteg falusival. Egyet itt is körbenézek. Van-e valami érdekfeszítő erre? Egyelőre nem nagyon. Ugyanúgy erre se. De mindjárt visszamegyek a sivatagba még egy kicsit felfedezni. Itt gyorsan ennek itt a szélét is megnézzük. Nem látunk valamit. Jaj. Erre le. Az meg az a falu, ahonnan jöttünk. Jó. Akartam megnézni, hogy nem esetleg van egy pillager outpost.
Véletlenül. Ugye, hogyha itt megyünk, ott van ugye a másik falu. Akkor még elnézzünk arra. Hát, ha arra is találunk valami érdekfeszítőt, vagy hasonlóan ekkora falukat. Az mondjuk nagyon tetszene. Bár mondjuk, hogy nézem, ott már vége lesz a sivatagnak. Ja, itt már vége van. Akkor az által, hogy van, ha esetleg kellene. A legszebb az egész az, hogy lovat viszont végig idáig nem találtunk. Egy darabot se. Most itt visszablattyogunk a hegyeken. Lett kaktuszunk, lett emeráldunk, lett papírunk, lett TNT-nk, darab gyémántunk is, obszidián, ami viszont nagyon lényeges lett most így hirtelen. Hét darab, úgyhogy szakadékok vannak, vagy jóságos ég. És hogyha mindig az, akkor arról a szigetről onnan jöttünk át. Egy gyors visszavezés. És szerintem ez a sivatag kb. Ennyi volt. Most szerint lehet, hogy meg is indulhatunk akár vissza. És akkor viszont elkezdjük megcsinálni, akkor még ebben a streamben, mert nagyjából ennél a sivatagnál jobbat úgysem találhattunk volna. És szerintem akkor megcsináljuk az automata cukornát farmot még ebben a streamben. Aha, majd kezd. Ha ismerős lenne. Plusz akkor még szaporítjuk egy kicsit a teheneinket. Ez viszont itt nem ismerős.
Úgyhogy akkor azt mondja, hogy nem sokára már esteledik, de akkor megnézzük, hogy merre kell nekünk menni. Mínusz 4000, mínusz 1250. Azt mondja, hogy mínusz 4000, 1250. Akkor arra fele valahogy. Ugye? Igen. Nagyjából arra. Nagyjából arra van a haza. Szuper. Szakadékon és árkombokron keresztül. Kb. Arra kell mennünk. Ebben hát, ha belefutunk még valami érdekesbe, bár nem tettünk egy ilyen hűde nagy kerülőt, úgyhogy inkább tartom valószínűnek, hogy nem megyünk bele semmi újba, vagy legalábbis inkább meglepne. Hogy te jössz velünk. Akkor megint átmegyünk itt. Na, aztán futás tovább. Te egy darabló nincs most, akkor jó, most nem is egy sivatagba várom el, hogy lovat találjak, csak... Csak azért, na, tudok-e esetleg aludni már? Nem még. Most. Ha arról jön fel, akkor arra megyek. Aha, ott a szavanna, ahonnan ide találtunk. És ott az a falu, amiben jártunk. Úgyhogy jó az irány haza. Még egyszer azért ránézek, azt mondja, hogy... Mindegy, abba az irányba kell mennünk 1000 blokkot még. Na most lenne jó megtalálni egy lovat, na valamivel gyorsabban menne. De ez csak egy cica, ezzel sokra nem megyek. Ha felülök a hátára, akkor se. Ágen. Tehenek. Videk. Tojást azért felvesszük. Így és már úszunk is. És szerintem ezen az erdőn túl lesz a város. Városunk, bázisunk. Igen.
Igen, az volt az a portál, amit megnéztünk. Igen. Hát olyan fát, amit akartunk, azt nem találtunk, viszont helyette találtunk egy gigantikus piramist hatalmas falukkal, és rengeteg, iszonyatosan sok falusival. Úgyhogy ez egyébként, ez volt eddig talán a legsikeresebb felfedezésünk. Már pedig te velem jössz. Ezt megtaníthatnád egyébként a hegyen élő kutyáknak is, hogy amúgy csak egy csont és már szeretsz. Aha. Jó, hát akkor nem erre. Nagyon jó. Gyere, tutuli. Szükségem lesz rád még valamikor. Más nem csak azért, hogy legalább legyen kutyám. Ha. Kicsit belegabajodtam most így hirtelen. Ez a szavanna. Valahol erre vagyok. Azt hiszem. De mindjárt nézem. Na, mindjárt megnézzünk egy adag koordinátát. Azt mondja, mínusz H arra. Jó, arra kell menni, pont. Jó. Nagyon jó. Ezen kívül, ha én ló lennék, én valahol itt lennék a közelben, az szinte biztos. Ez már itten kezd ismerős lenni. Így is van. Jéj! Na, ez egy sikeres felfedezés volt. Úgyhogy. Neki is láthatunk az automata cukornát farmunknak, plusz akkor elkezdjük a teheneket etetni. Erre légy szíves ide, a... ide, ide. Hogy előled is levágom a füvet, jó? Na, így, szépen gyűltök. Egyre több állatkánk van. Na, pakoljuk le a felesleget. Azt mondja, hogy ami nekünk most jelenleg nem kell, azt mondja, ez nem kell, ez sem fog kelleni, ez sem. Az obszidiánt is ide dobjuk le. Ide jöhet a kaktusz, ide jön a bőr, hús, meg minden egyéb. Vasat ide lepakoljuk, aztán ezek is megvannak. Ide ledobhatjuk a TNT-t is, ezt ide a helyére. Ide bejön. Azt hiszem, valahova ide tettünk, de akkor ide lesz téve a csont is. Ez, ezek is jöhetnek ide. A halat is ide dobjuk. Papírt is.
És szerintem nagyjából ennyi, amit le akartam tenni. Ja. És akkor majd szép lassan megy le a napocska. Hogy állunk búzával? Hát elég gyéren. És még nézem, még van-e esetleg valahol itt bent. Esetleg ott, ahol visszaültettük, ott se állunk jobban. Még itt talán van egy kevés. Ja. Muszáj leszek bővíteni a búzafarmat. Jó. Na nézzük. Jó. Egész jó kezdünk kinézni. Hova kellene? Szerintem akkor csinálom úgy, hogy itt. Innentől fog kezdődni a cukornád form. És egy hopperesre csinálom. És akkor egy ilyen L alakot fogunk kialakítani. Nagyon jó. Azt mondja, hogy szerintem egy ugyanilyen 8-as mondja, hogy kell nekünk egy darab observer. Ez nem az. Akkor először legyártjuk az observerünket. Az nem egy darab kvarc és kettő darab redstone és cobblestone fog kelleni még. Így van. Ez megvan. Akkor alszunk egyet, és megint bányászunk. Szedünk ki egy kevés cobblestone-t megint. Tényleg el kell menni majd bányászni. Kettőt letettünk azért, hogy át tudjunk sétálni. Azt mondja, hogy 8 darab nem teszem be a neve. Pisztonra van még szükségünk. Az meg ugye egyhez kell 2x6 darab. 2x3, tehát 6 darab. Annyit tesz, hogy 6x8, 48 darab cobblestone-nak, ha minden igaz, elégnek kellene lennie. Szedünk egy kicsivel többet, csak azért, hogy legyen. Kiterünk egy stacket. Ha minden igaz, akkor ennek elégnek kell lennie, viszont kell még hozzá vas. Szerencsére nem kell úgy vadászni. Így.
kettő, három, már megint három Iron Golem van, pedig azt hiszem kettőt már kiiktattunk közülük. Ugye redstone kell, meg fa. Ahhoz meg itt van ez. És akkor azt mondja, hogy redstone, és hol van a piston? Itt van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Nagyon jó. Mondja, hogy ez nem fog kelleni. Innen ez fog kelleni. És szétszedjük a maradékot is, mert akkor megpróbáljuk egy sémára építeni. Kellenek az üveglapok, a 36 darab. Föld van nálam, kell víz, abból kell egy vödör. Kell egy hopper, meg két láda. Tehát azt mondja, hogy egy láda, két láda, három láda. Ebből kell öt darab. Így. És így, ha minden igaz, akkor mindenünk megvan ahhoz, meg tudjuk csinálni. De szépen lassan azért, na itt már azért vannak, amik tele vannak. Sőt, ezek már mind szinte teljesen tele vannak. Na, akkor ezt hova kéne? Options, music and video, azt mondja, hogy így. Ne süketüljek már meg ettől a rengeteg állathangtól. Azt mondja, hogy ez lesz így az eleje. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és akkor így 8. Azt mondja, hogy akkor így, és ha minden igaz, akkor ez így pont jó. Így, ide jön le a kettő láda. Így, nagyon jó. Ezt innen kivesszük, és akkor ide jön. De föld jön. Ide jön az az egy szem hopper. Ez majd később fog kelleni. Égyné. Ide jön a föld. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét és nyolc. És az, hogyha én ezt így lezárom, ez kinyílik-e? Nyilván nem. Most meg már persze, hogy benne van. Így. Ide majd üveglapok fognak jönni. Azt mondja, hogy ez így jön itt végig. Így. Nagyon jó. És egyel fölötte
kezdődik el a pisztolysor. Így. Kettő. Nagyon jó. Király. Ide jön. Hasonló sémára épül, mint ő itt mellette. Annyi különbséggel, hogy nem, pont fordítva. Egy. Így, ezt ugye erre adja a jelet, így van. Így né. Azt mondja, hogy az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vajon elére odáig a jel? Így. Oké. Letehetjük a vizet. Szuper. Hozunk egy kevés cukornádat. Meg akkor már leáratjuk a maradékot. Nagyon jó. Az a kérdés, hogy ha ezt oda rádobom. Jó, elér odáig a jel. Szuper. Oké. Akkor még itt. Körbeépítés. Így meg még azoknak a tetejére is. Így van, ez így jó. Akkor ide teszek. Nagyon jó, ettől kinyílik. Ez még így jól is néz ki. Ja, hogy pisztonoknak a tetejére fel tudok én itt vajon ugrani? Nem. Így, de a pisztonok tetejére is kell egy kis fa. Majd valami megtörést azért teszünk bele, mert ez azért kezd egy kicsit nagyon barna lenni. De egyébként nem néz ki rosszul. És akkor azt mondja, hogy téged így. És még egyen magasabbra majd. Na, egész pofásan néz ez ki. Jó lesz ez. Egy gyors alvást megejtünk. Így. Nagyon jó. És hogyha minden igaz, akkor egyéb iránt működik már maga a cukornár farm is.
Mi? Ezt is elfedjük, és akkor innen. Szépen lassan így végig jöttünk. Nagyon jó. Már csak az a kérdés, hogy a búza farmuk azóta termelte annyit, hogy tudjunk itt a bociknál letetni. Ez mi ez? Ez nem kell. Na meg még ezt itt teleépítjük. Így. Nagy véletlenül hátrafelé kezdjen el kiesni a dolog. Hát az még nem, de a répa már igen, úgyhogy akkor... Akkor más nem a cocákat megetetjük. Ennél nagyobb répafarmra gyakorlatilag nem is lenne szükség, de majd amikor automatizáljuk. Akkor majd jól fog jönni. Krumpli se kell egyelőre. Értek, malacok! Jó van. Na, te meg kezdj el működni. Igen, itt egy kicsit nagy a veszteség. Bambuszba. De azért egy-kettő csak elrepül odáig, ameddig kell, mert hát szép lassan, bár mondjuk nem sietünk. Mennyit termelt itt a vasfal? Ez is szép lassan termelgeti azt, amit termelnie kell. Most majd szépen a cukornád is elkezdi azt termelni, amit kell, úgyhogy... Kezd szépen lassan. Kezdünk szépen lassan megerősödni, így legalábbis ezen a részen biztosan. Annyira nyersanyagunk nincs. Úgyhogy bányászni mindenféleképpen majd el kell menni. De az legyen a legnagyobb gond. Jó lesz ez. Haló. Azt mondja, répát letesszük, ezt is letesszük. Redstone. Ezeken kívül ide nem jön semmi. Fa. Fával is kezdünk elég szarul állni. És jöhet ide. Ezt is letehetjük már. Miért ne? Nem ezt, hanem ezt. Jó. Elég sok mindent sikerült automatizálni az elmúlt pár részben. Most csinálunk egy olyat, hogy veszek elő kettő darab vasat. Kettő darab botot, és mégiscsak elővesszük a... Csinálunk még egyet. Mégiscsak elővesszük a vödrünket, és a búzafarmot egy kicsit megtódjuk. Egyik irány, másik irányba. Most nem foglalkozunk az esztétikával. Megnézzük, meddig terjed el.
Aztán így már jó lesz. Szerintem már ez talán idáig fog csak. Jó. Na, te vajon? Jó, de nem merem, úgyhogy akkor inkább így, és így. Kezdjük el egy kicsit megnöveszteni ezt a részét. Akkor elugrok ide a távolabbi kis búzás részhez, és ahogy nézem, már van egy kevés. Ő megnőtt. Így van. Lehet, hogy ezt is újra vetem. Jó lesz ez itt ilyen biztonsági tartaléknak, ha esetleg ott valami történne azzal a búzamezővel. Nem tudom, mi történhet, de mit tudom én, elmosná a víz, vagy valami. Ez 6, 10. És nekünk van 7 darab obszidiánunk, úgyhogy kezdünk jók lenni. Mindenféleképpen ott annál a sivatagnál fogjuk majd megejteni a az új portálnak az építését. Nagyon jó. A végén tele tudom ültetni. Annyira még nem. Egy sor pont kimarad, egy ilyen kis hármas, nem baj. Azért jó tele van ültetve. Krumplival egyelőre nem foglalkozunk, mert rengeteg van belőle. Jó lenne tudni, hogy ezek amúgy akarnak-e nőni, vagy egyáltalán nem szeretnének. Mindegy, úgy is járkálok erre körbe-körbe, úgyhogy majd megnő, ha akar. Egyelőre nagyon jó. Megetethetjük akkor a teheneinket, hogyha már szedtünk. Összebúzzát, meg lehet, hogy akkor még marad a birkáknak is. Ez anyám. Így van, nem. Menjetek vissza. Répa meg annyi most nincs nálam. Harminckilenc husé. A 46. Itt meg kezd gyűlni. És a húsi meg a gyapjú is. És ez meg már vissza is termelte a visszatermelendőt. Már a Iron Golem. Aludjunk egyet mi is. De
hát meg kéne csinálnia. Enchanting table-t. Ennyire az most még nem fontos. Hát amondó vagyok, hogy az még annyira nem fontos. Ráadásul hiába csinálom meg, hogyha 21-41 bőr, hát mondjuk meg lehet nézni, hogy annyit már tudnék-e csinálni, annyi könyvet. Még itt van még egy adag. Mondjuk, hogy olyat papír. Ez 21 darab, mi akkor elmegyünk a maradék bőrért. Már kiszámoltam, hogy mennyi kellene, csak most így hirtelen elfelejtettem. Jó, nőnek legalább a... Nagy. Még 22, ez már 43. Jó, na akkor nézzük, mennyi fánk van. Tudunk gazdálkodni. Hmm. 14 darab könyves polc. Hát annál még több kell. Annál még bizony több fog kelleni. Sajnos, eddig ezt egyelőre így félretesszük. Jó lesz az még. Viszont lassan tényleg el kell gondolkoznunk azon, hogy nagyobb bázist kellene, vagy egy nagyobb házat kellene kezdenünk építeni. Az a kérdés, hogy hova, mert annyira ez lett itt a központ, hogy itt vannak a termelői egységek, tényleg valahova ide kellene felhúzni ezt a házat. Akkor legalább ezek is tudnának folyamatjába termelni. Közben akkor a bambuszt leszedjük. Azt, hogy a három magot sikerült szerezni, akkor már ezt is letesszük. Nagyon jó. És attól, hogy az automatán gyűjti, attól még mi is tudunk belepakolni. És így legalább tényleg nyugodt szívvel gyűlik. Benne a cucc. Az is lehet, hogy elkezdhetnénk kialakítani
egy fix bánya lejáratot. Szerintem csináljuk is. Tehát visszamegyek még fátyáért. Ezt így pont meg is tudom felezni, aztán jöhet is annyi, hogy innen kiveszünk, azt mondja, hogy hát ennyiből azért nem csinálok fákját, csinálok egy ennyiből. Így ennyi elég is, ezt így letesszük, hát hogyha esetleg még szedünk fel majszenet. Jó, annyi csákány elég, az az ásó elég lesz szerintem. Nézzünk körbe ott a szerintem itt a környékén, itt mindjárt el is kezdek leásni, aztán jó lesz az úgy. Mit tudom én, hol. Legyen itt. Közben még így legalább nyersanyagot is tudok szerezni. Hát gondoltam, hogy valahogy a legelsők között lesz az, hogy sóderbe futok bele. Annyira nekem arra nincs szükségem. Gondolom, hogy víz van. Nem. Nincs víz fölötte. Jó. Valahol hallok egy macska nyávogás, úgyhogy... Kiszedhetném ezeket a vasakat, de inkább meghagyom őket, hát hogyha egyszer szükség lesz rá, mert mit tudom én, a vasfarmunk megint megadja magát, hogy ő nem akar termelni, aztán így legalább tudom biztosra, hogy na, ott van. Nézzünk, hol állunk, 48, ú, akkor még bőven mehetünk lefele. Gond legalább cobblestone-t, na azt most szerzünk.
hogy felfel tekingetek, nem esetleg valaki le akar utánam sétálni. Nem úgy néz ki. Bárki is le akarna utánam tévedni. Ezt a vasat meg kénytelen vagyok kiszedni, meg azt is. Nem gond, ez a legbiztosabb, hogyha így megyünk le, mert így egyszerűbb visszatalálni is, egyszerűbb kilépcsőzni is. Majd valahogy megoldunk. De lehetséges, hogy a Nether Brickből csinálunk majd megint lépcsőt. Vagy majd csinálunk lépcsőt. Mert abból úgy is annyi van, mint a szemét. Lala. Sóderrel egy kicsit elhárítjuk az akadályt. Nagy. Minusz 60 most már talán a legkisebb szint, ameddig el lehet jutni. Igazából csak addig akarok lemenni, amíg ez a csákány bírja. Negyedik szinten vagyunk. Mondja, hogy ez már a 27. szint. Mehetünk még lentebb. Ajaj. És eddig bírta. Azt még onnan kiszedjük gyémánt sárkánnyal. Kivilágítunk, és azt mondja, hogy a 24. szintig sikerült lejönni. Most visszapattogunk, és akkor elkezdjük kiégetni a nether brickeket. Azokból akkor csinálunk majd lépcsőt, és akkor úgy jövünk le vissza. Nagyon jó. Nem meglepő, de a környéken egy darab mob sincs. Így megejtünk egy alvást. Nagyon jó. Ajánlunk. Ezt meg innen felvesszük. Na hát végre legalább cobblestone-unk az kezd hasonlítani régi önmagához. Ez nem kell, se kell, se kell, se kell, se kell. Ja, hogy ez kell nekünk. Ezt kezdjük el kiégetni. Így. Visszadobjuk. Ebből tudunk már csinálni ilyet. Nagyon jó. Azt hisz még csak 7 darabunk van belőle, de majd a 64-ből már szép kis mennyiségünk lesz.
Hát te mégis mit kombinálsz itt? Egy szem szerencsétlen zombi ott a távolba. Jó, mert csinálsz, amit szeretnél, annyira nem mozgatsz. Hogy állunk? Búzával, szépen lassan majd kezd kialakulni. Egyébként srác, te úgy tényleg mit keresel erre? És hova lettél? Hova lett? Hát, segítenék, de nem. Ezt magadnak akartad. Itt is jók vagyunk. Na, jól van, kezd azért ez alakulni. Hopp, közben csinálok vascsákányt még kettőt. A nulladik szintre már jó lenne lemenni. Ja, nekem csak vas fog kellene, ez egy, kettő, három, egy, kettő, három. Egy. Egy. Az mi? Lock of Rawcopper. Nagyon jó. Ez nekem nem fog kellene. Ez mehet ide. Úgyse valószínű, hogy használjuk bármire is. Addig, amíg sülnek a dolgok. Addig egy kicsit arrébb jövünk az erdőbe, és akkor vágunk egy kis fát. Akkor legalább elmondhatjuk magunkról, hogy tényleg elkezdtünk nyersanyagokat gyűjteni. Aztán vagy jó lenne találni valami, vagy találni szirtácsos csákányt, vagy csinálni. Elég sok méhecske van itt a környéken, úgyhogy majd ővelük is valamit kezdeni kell, hogy ne kelljen messziről hozni. Majd megnézem, hogy méh kaptárat hogy lehet kraftolni. Az méhecske. Mert akkor más nem. Itt már kialakítjuk nekik a helyet. És akkor nem kell őket sehova se elcipelni, hanem akkor itt lesznek ők a hegyen. Vagy a dombon, mert ez még csak nem is hegy. Jó. Mindjárt.
megtekintjük. Na te hogy állsz? 35 darab, akkor ez jöhet. Irgalmatlanul nagyon lassan halad, úgyhogy ki kell találnunk valami mást. Ki kell találni valami mást. Hogy mégis miből legyen. Hát akkor más nem ilyen fából. Aztán köszönjük szépen. Jobb híján, az iszonytató lassan égeti ki. Ajjaj. Itt valaki valaminek nagyon bezavart. Mert nem igen hiszem, hogy erről bóklászoltak el. Legalábbis elképesztő mód meglepne. Menj el! Mindegy, ezt itt minden esetre biztosan intézni kell, mert ez így nem oké. Na, melyik őtök batyog ide előbb? Nyilván te ott megállsz. Ne menj el! Légy szíves! Köszönöm. Viszont aki biztos, hogy rossz helyen van, az viszont ő lesz. Bár nem tudom, hogy... Hát csak úgy nem kéne megütni. Akkor az esélye, hogy ő pont erre jön. Hát ennyi. Nagyon jó, legalább nem tebb kerültél. Rá ne lépj a... Pleasure plate-re, mert sírva fakadok. Mondtam, hogy ne. Oh. Jaj, te erre léptél rá. Értelek. Én meg rálépett szerencsére arra is. Nagyon jó. Csak nem erről sétálgattak el. Szóval ott van egy. Egy. Erről mentek volna arra. Mert itt három volt, és vagy négy. Ott csak erről mentek arra fele, mert itt már csak egy van. Minek mentek arra? Na mindegy. Na, még a nulladik szintig jó lenne lemenni. Mert ott meg viszont oda spawnol be. És most ebbe a kis ideig azért nem spawnolt oda, mert ugye itt bóklászolt az az egy hülye. Nézd, mondja lent, azt mondja, a 24. szinten vagyunk.
Kezdjünk el akkor megint ásni. Lap is. Kezdünk legalább valami értelmeseket is találni. Nem csak andezitet meg a többi ilyen marhasága. Itt jöhettek is. Mind a hányan vagytok. Ó, meg arany is van. Most éppenséggel azt sem fogom kiszedni, mert azt sem fog annyira kelleni. Ami érdekes, nem tudom honnantól kezdődik a Deep Slate. Azt sem tudom, hogy hanyas szintről indultam, hogy elég lesz az a 64 plusz valamennyi. Lépcső. Lehet, hogy pont a nulladik szinttől fog indulni a Deep Slate réteg. Fán se tudja. Na, hol járunk? Hoppá. Hetedik. Na, akkor még 7 blokkkal lentebb kell gurulnunk, aztán... Aha! 7 már van ilyen. Nagyon jó. Ezt vártam. Ebből lehet nagyon szép és jó dolgokat építeni. És ezt lehet az egyik legjobb a gyémánt csákánnyal kiszedni. Legalábbis haladósabban, mint vassal. Na nézzük, azt mondja, hogy egy, és akkor hoppá. Ez a szint a nulladik. Így van. Nekünk ez a szint fog főleg kelleni. Mert itt már, ha minden igaz, akkor gyémántot is lehet találni. De lehet, hogy nem, aztán majd lentebb is áshatunk, de akkor itt most én kialakítok egy ilyen kisebb szobát. Nem majd lesz valahogy, de már legalább így. Már a nulladik szintig legalább van valamink, amit fel tudunk mutatni. Úgyhogy más nem, ebben a rétegben már el tudunk kezdeni menni egy bizonyos irányokba. És akkor így most, ameddig tudjuk, fölpakoljuk. Pont így. Pontosan így gondoltam. Baltán meg nincs mi. Így akkor ásóval szétverjük. Lehet, hogy még ennél még a kéz is gyorsabb megoldás.
tök jó, mert így legalább hiába van itt oldalt a vas, és előtte a lépcső, még azért látni fogom, hogy ott van valami, ha esetleg szükségem lenne rá. Kicsit lett kevesebb. Kettesével az még 10 blokk fölfele. Hát, na mindegy, de így azért már mégiscsak gyorsabban lejutok. Egy-kettő ilyen fejbevágós részünk van. Egy kicsit így lekapdossuk. Fölfele meg pláne gyorsabban feljutok. Ezt akartam minden még egy kicsit megmetszeni. Így. Ezt is föntebb vágjuk. Így. Mindjárt csinálunk még egy kevés lépcsőt. Sok nem fog kelleni. Aha. Na, azt ott ugyannyira nem. Mi lenne, ha ezt én így nem? Nyilván, mikor öltem meg az Iron Golemeket? Nagyon jó. Ráadásul ti sokkal erősebbek is vagytok, mint én. A pont a falunak a kellős közepébe vannak benne, aztán, hogyha megölöm az zászlósat, onnantól kezdve aztán nagy buli. De miért négyen vagytok? Miért vagytok kevesebben? De az se jobb, hogyha a netherbe átmennek. Na, Iron Golem, ott a lehetőség. Támadás. Tehát én a helyedben arra sétálnék, és megtámadnám őket. Mindegy, megkerüljük őket. Mert vagy íra, vagy valamire szükségünk lenne. Milyen nyugodtan elhesszelnek ott egyébként? És a két Iron Golem is itt várná őket, tehát... Na? És nem. És ezek se indulnak meg arra. Hát kés zsenik vagytok. Ne sémá. Nem üles. Ketten vagytok, ők meg... Mit tudom én? Tehát akár amúgy neki is mehetnétek. Hát ott vagytok mellettük, hello. Jó, erre biztos, hogy nem jöttök. Srácok, tehát, hogy ők ott úgy állnak is. Ez hatalmas. Jéj, sikerült meglátni. Beszarás. Kezd el őket ütni, de nagyon hamar. Üff. Jó, megvan. Megvan. Ő is meg... Végre.
Ezé vagytok ti. Látjátok? Ennyi volt. Így kellett őket leszedni. Én meg hősiesen támogattalak titeket hátulról. Nem úgy, de na. Jéj, na. Egész jó sikerült ez a rész is. Sikerült felfedeznünk egy gigantikus sivatagot, hatalmas falvakkal, brutálisan nagy falvakkal. Sikerült megcsinálni az automata cukornád farmot, amire most is hogy eszembe jutott, megnézzük, hogy legalább termelte valamennyit, legalább egyet. És ti mégis hogy kerültetek ide? Ha nem vagyok indiszkrét. Tehát akkor mit csinálnak az Iron Golem-jeim? Ráadásul a szerencsére a cica meg erre kergeti. De hogy mit tudnátok tenni annak érdekében, hogy ne erre gyertek, mert bezavartok ennek, hanem hogy úgy arra menjetek. Na nézzük. Hát valamennyit. Valamennyit szépen lassan azért csak termel ez is. Úgyhogy sikerült ezt megépítenünk. Sikerült felfedeznünk egy jó nagy sivatagot. Sikerült arra megindulni lefele egy bányát építeni. Úgyhogy egész jók voltunk ebben a részben is. Ezt is felvesszük. Úgyhogy megint sokat hallottunk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, és akkor a következő videóban és streamben majd találkozunk. Sziasztok!